A műsor támogatja a www.420.hu Magyarország Stoner magazinja és webshopja. További partnereink: Magyar Cannabis Szövetség, Nemzeti Kemberbolt, Magyar Cannabis Egyház, a Cannabis Social Club Hungary, a Magyar Cannabis Podcast. Sziasztok, ez itt újra a Cannabis Podcast, a Kender Joe-val és a Nemzeti Kemberbolttal. Na. Szép jó napot kívánunk. Kérem szépen, most beindultak az események, tehát itt konkrétan négy hír van előttem. Az egyik az november 21-i marihuánával élénkíteni a gazdaságát Észak-Macedónia. Következő, hiába a magyar ellenállás, az ENSZ leszette a legveszélyesebb drogok listájáról a füvet. Rögös út vár még a Kender alapú sikertermékekre Európába. És egy USA-s cikk, ahol a demokrata többségű képviselőház megszavazta a szövetségi szintű legalizálást. Ott tartottam, hogy Makedóniában a marihuánával élénkíteni a gazdaságát. Na, itt látjuk, hogy balkáni szomszéd vonalakon is azért elég elkezdtek mocorogni a dolgok, nem csak nemzetközi szinten. Ez az egyik legrégebbi cikk, amiket így összeválogattam a négy közül, ez november 21-i. Hát igen, mostanában így az elmúlt, tehát ugye két éve volt, jól emlékszem, ez először úgymond komolyabban elővéve, és azt hiszem szavazás is volt róla, hogy akkor ez így változás lesz e téren, ugye az ENSZ-nél, amit ugye követett egy WHO-s ajánlás, így van, vagy jelentés, vagy mit tudom én, hogy akkor így ehhez meg ahhoz kéne igazítani a dolgokat, és akkor erről elvileg kellett volna, hogy legyen egy szavazás, vagy volt is egy szavazás halasztva, ugye augusztusban vagy szeptemberben, akkor beszéltünk is már korábban erről. Hát az első körben ugye tavaszra volt, ilyen március-április környékén, aztán át lett tolva őszre, az őszi meg át lett tolva decemberre. Na igen, és akkor most ugye volt róla egy szavazást tartva. Szóval ami... 57 tagállamból 27 szavazott az enyhítés mellett és 25 ellene. Tehát ez ilyen 55%-os többség tulajdonképpen. Tehát egy tartózkodó volt az Ukrajna, és igen, 27 és 20 mennyi arányban? 20... 27 igen és 25. 25 nem, és akkor azt nem tudom, hogy ez megvan-e neked az a lista, amin fel vannak sorolva ezek az országok, hogy kiszavazott igennel, kiszavazott nemmel. Körülbelülre itt van azt, hogy az enyhítés támogató között volt. Hogy kirajzolódik az érdekes ilyen kép, hogy azok, akik igennel szavaztak, hogyha megnézzük azt a tömböt, azokat az országokat, akkor azok milyen országok, majd megnézzük azt a tömböt, aki nemmel szavazott, hogy azok így hogy helyezkednek el így a tudatunkban, meg így a gazdasági szférában, hogy úgy eleve érted, hogy így azért ez így megfigyelhető, hogy azok szavaztak nemmel, akik, sorolják már fel abból egy párt, akik nemmel szavaztak, hogy milyen országokról beszélünk. Kína, Oroszország, igen. Türkmenisztán, Pakisztán, Kazaksztán, Algéria és Kuba, és ehhez hasonló. Na, úgyhogy ilyen, meg elefántcsontpart, meg Magyarország. Ugye mondom, itt a pontos előttem, a nemek között ugye Afganisztán, Algéria, Angola, Bahrein, Brazil, Burkina Faso, Chile, Kína, Kuba, Egyiptom, Magyarország, Irak, viszont itt van mondjuk közt egy Japán is. Hát jó, Japánban azt tudjuk, hogy ott a legdrágább a fű, meg ott olyan szinten komolyan veszik a füvet, mármint bűncselekmény, hogy konkrétan random lelőnek a rendőrök miatta. Úgyhogy azért, na, a Japánban a drogok azok nagyon-nagyon durván tabu. Következő, Kazaksztán, Kenya, Kirgizisztán, Líbia, Nigéria, Pakisztán, Peru, Oroszország, Togó, Törökország, meg Türkmenisztán. Elég szép csapat. Hát azért most akkor sorolt fel az igenek csapatát. Ausztrália, Ausztria, Belgium, Kanada, Kolumbia, Horvátország, Csehország, Ecuador,
Salvador, Franciaország, Németország, India, Olasz, Jamaica, Mexikó, Marokkó, Nepál, Hollandia, Lengyelország, Dél-Afrika, Spanyolország, Svédország, Svájc, Tájföld, Egyesült Királyság, Egyesült Államok és Uruguay. Hát a világ vezető gazdaságai, nem? Így van, tulajdonképpen. Mondjuk ugye ott az ellentáborból ott Kína, focizik a... hát Kína meg Oroszország. Kína meg Oroszország, de hát most kérem, hát most mit tudunk Kínáról meg Oroszországra? A világ két legdiktatórikusabb kommunistább országa, meg a legjobban kontrollált, államilag kontrollált országai. Japán is azért egy eléggé elnyomott, meg egy eléggé beteges világ valamilyen szinten szerintem egy kicsit. Tehát ott azért magyarként azonosulni egy japán élettel szerintem nem egy könnyű dolog, még hogyha nagyon sok kötődésünk is van a keleti kultúrához, még azt gondolom, hogy azért ez már nem összeegyezhető az európai normákkal. És azért, hogyha itt megnézzük a két listát, akkor a nemek listájában azért nagyon sok olyan ország van, ahol diktatúra van, vagy volt, vagy háború van, vagy volt. És azért ez... Hát ennek ez a három negyede tulajdonképpen olyan. Tehát hát most azért most beállni egy olyan sorba Magyarországnak Európa közepén, ami Türmekisztán, meg Dzsidzsikisztán, meg mit tudom én, ide sorolni magunkat. Nigéria, meg Togó. Tehát, hogy azért ez szerintem semmiképpen nem vett jó fényt, semmilyen módon, semmilyen szinten ránk, Európa közepén, magyar emberekre. Mi mindig is, én azt gondolom, hogy legalábbis az elmúlt ezer évben azokhoz, nem azt, hogy most igazítottuk volna magunkat, vagy próbáltunk inkább, mondom, közeledni, akik úgymond az igenek listáját képezik, és igazából hozzájuk igazodik az egész világ is. Mert bár Kína, meg Oroszország elég nagy piac, azért a felvásárlásnak, meg a fogyasztásnak a legrészét a felsorolt országok teszik ki. Úgyhogy... Tehát magyarul a GDP-nek a jelentős többségét ezek az országok adják. Tehát, hogy hiába amit Kína megtermel, azt az USA veszi meg a háromnegyedét. Hát ja. Úgyhogy igazából nem tudom. Én szerintem ez egy nagyon jó jövőkép a cannabisnak azon részére, hogy milyen változások lesznek valószínűleg a közeljövőben, 5-10 évben gazdaságilag ezzel a dologgal kapcsolatosan, vagy milyen potenciálok lesznek ebben ezzel a dologgal kapcsolatosan, vagy esetleg érdemes ebben fektetni, és hogyha fektetni érdemes, akkor esetleg hol, vagy melyek azok az országok, ahol nagy valószínűséggel az, amit mi már pedzegettünk, hogy ilyen egységesített, nagyjából egységesített struktúrája lesz az európai cannabis kereskedelemnek, meg ugye eleve ennek az egész iparnak, mind rekreációs, mind ipari, mind orvosi szinten egyaránt szerintem. Tehát ezek az országok várhatóan ebbe a dologba fektetni fognak, állami szinteken is fognak belefektetni, nem csak egyéni tőkék fognak ebbe a dologba megindulni, hanem nagy valószínűséggel nagyon nagy állami tőkék is, amik értelemszerűen nagyon sok munkahelyet fognak adni, nagyon sokat befolyásolni fognak így a GDP-n, ahogy mondtad. Itt vannak előttem egyébként számok. 2018-ban 5 milliárd dollár tett ki világszerte, úgymond ez a CBD-s, vagy ez a THC-mentes kenderiparág. Szerintem karöltve ugye itt az amerikai legalizált helyekkel is. Ez 2025-re 59 milliárdra megy fel, a 2018-as 5 milliárdról. Ezek csak a hivatalos számok, tehát ebben nincs benne az, hogy mondjuk hány olyan ember fog, most mondok valamit jobb esetben, hát ugye most ez a világválság, amit generálva lett ezáltal a vírus által, ezt gondolom ez megfogja a 30%-kal legalább vágni azokat, akik mondjuk eddig alkalmasak lettek volna ilyen dologra, amit akarok mondani, hogy lényegében biztos, hogy lesznek sokan olyanok, akik lehet, hogy váltani fognak akár vendéglátásból, akár miből, és el fognak költözni ugyanúgy egy másik országban, mert amúgy is megtennék, és hogyha már jobb körülmények közé mehetnek, akár milyen másik európai fejlettebb országba, és tudják azt, hogy ezzel mondjuk érdemes lesz foglalkozni, lehet, hogy portfóliót fognak váltani, és abba fogják fektetni a pénzüket, és ezek nem a nagyipari cégek, meg az állami cégek, hanem ezek kis-középvállalkozók fognak igazából nagyon sokan, nagy valószínűséggel
nagy számmal és nagyon gyorsasággal, nagyon rövid idő alatt elterjedni, meg lenni. Következő viszonylatban én itt közben kerestem egy másik hírt is, ami európai szinten úgymond kedvező lehet, hát ha precedenst mutat, nyilván nem ugyanaz a jogrendszer, mint Amerikában, de egy ítélet, egy francia ítélet elvileg lökést adhat, amely itt volt valami herce-hurca, amelyben utána az ENSZ egyezmény alapján kimondták, hogy, és ez ugye karöltve volt a WHO 2019-es állásfoglalásával, így azt mondták, hogy a CBD nem tekinthető kábítószernek. Hát most lényegében valószínűleg az fog történni, meg ez Magyarországon is meg fog történni, egy olyan dolog, hogy a kendert, tehát a cannabis sativa növénytörzset és annak a gyantáját, tehát annak a melléktermékét vagy termékét, azt az ugye ezáltal az 1-es és 4-es gyógyhatásra nem rendelkező kábítószernek minősülő anyagok csoportjából, így van, át fogják helyezni egy olyan csoportba, ami nemhogy gyógyászati potenciállal nem rendelkező, vagy kábítószer hatású, hanem még talán superfood se lesz a kender, hogy értsd, hanem valamilyen energianövény, vagy hát superfood, vagy tehát ilyen étrend, maximum étrend kiegészítő kategóriába lesz sorolva élelmiszer szinten. Érted, miről beszélek? Uh-huh. És igen. Maga a cannabis sativa növénytörzs, amiben beletartozik ugye az összes CBD-s genetika szinte, mondhatni, ami 0,2% THC, meg igazából fölötte is van. Úgyhogy ezáltal a THC, mint a hatóanyag is, ki kell, hogy kerüljön abból a listából, meg abból a kategóriából. Úgyhogy innentől fogva nagy valószínűséggel az fog történni, aminek az ellentétje történt ugye 61-ben, amikor egy ugyanilyen ENSZ határozat, meg egy ENSZ szavazás által létrejött határozat alapján besorolták a heroin mellé. Besorolták a heroin mellé, így van, és a heroinnal, ami még akkor ugyan annyira nem volt elterjedt, meg a kokain sem, így a szubkultúrában, de a marihuana által elkezdték a Nixon kormány Amerikába a úgymond drogháborút, és az mostanáig nem tudom meghatározni, hogy mekkora mennyiségű pénzt, fizikai károkat, családi károkat. Én fel se tudom fogni azt, hogy ez a dolog, ami most megtörtént, annak az ellentét, ami megtörtént 61-ben, az milyen szintű károkat okozott mindenfajta társadalomban a világon, és kellett hozzá mondhatni 70 év hazugság, hazudozás, agymosás, hogy ezt így most úgymond eltöröljék, és visszaállítsák az előtti már ismert és tudott állapotát ennek a dolognak. Ez most nem csak a cannabisra vonatkozik, mert ez valószínűleg egy hullámot fog előidézni a klasszikus drogoknál, úgy alapvetően, viszont most ezzel úgymond visszaállt egy olyan alapvető emberi jog, ami annyit jelent, hogy igazából egy embernek hát már csak jogában áll eldönteni azt, főleg, hogyha még esetleg valamilyen körülmény arra őt kényszeríti esetleg, vagy valami, hogy ő eldöntse azt, hogy ő mit juttat a szervezetébe, vagy mit nem. Olyan világban, ahol olyan adalékanyagokat tesznek az élelmiszerbe, meg a gyógyszerekbe, amiről megfelelően az emberek nincsenek tájékoztatva, és komoly károkat képesek előidézni a szervezetben, bizonyítottam, egy ilyen világban egy embernek jogában áll eldönteni azt, hogy ő, ha még akár tiltott szerről van szó, vagy köztudottan valamilyen módosító, vagy kábító hatású szerről van is szó, vagy gyógynövényről is, vagy bármiről, hogy mit juttasson a szervezetébe, vagy mit nem. Na most innentől fogva, lényegében ez azt fogja eredményezni, hogy bárki csinálhat, amit akar, és ezáltal talán majd, tehát ez így későbbiekre vonatkozva,
valami hasonló dologgal tud majd úgymond visszaépülni a társadalomnak ez a sebe, ami keletkezett egy ilyen trauma által, mint amit Portugáliában láthattunk az elmúlt 10 évben, hogy lényegében ugye semmi nincs tiltva, és ezáltal ugye az ebből fakadó sóvárgás, vagy az ebből fakadó negatív dolgok sem keletkezhetnek meg, és ebből fakadóan az eleve egy társadalomban egy töbletet képez oly módon, hogy azt az anyagi forrásokat, meg az olyan energiákat, amik arra vannak összpontosítva, hogy ezeket a dolgokat ugye üldözzék, vagy foglalkozzanak bármilyen úton vele, az eleve megmarad a társadalomnak, ami jó, és hogyha nincs is ráfordítva plusz a társadalomra, már önmagában jó, mert nem képez kárt. Ugye? És ezáltal nem is tart fent egy olyan igényt, ami valójában valamilyen szinten csak erőltetett, és abból fakad, hogy ugye tiltva van, amiről már tudjuk, hogy ez nem működik. Tehát ez bizonyított tény, hogy ez nem működik. Ez egy gyereknél sem működik, egy felnőttnél sem működik, így van összerakva a média is, hogy azt mutatják az embereknek, amit nem tudnak elérni, csak elérhetnének, és ezáltal vágynak rá. Tehát igazából, hogyha bármi, ami tiltva van, az utána vágykeltő lehet bárki számára, kortól függetlenül. Az egy menekülő pont lehet bárkinek a számára, aki sérült valamilyen úton, módon. Úgyhogy végül is a terápiának így módon elkezdődött az első felvonása, hogy az embereket elkezdték komolyan venni, így módon, hogy legalább dönthetnek a sorsukról jogilag, hogy nekik ez kell, ha kell, vagy nem, ha nem. És ez valószínűleg egy globális ilyen hullámot fog elindítani, mert értelemszerűen ez az értelmes emberekben egyfajta kérdés vett fel, hogy hát akkor most akkor innentől fogva mi van velem. És vagy így, vagy úgy, akit ez érdekel, az gondolom menni fog felé, és úgy alakulni fognak ezek a dolgok, mint bürokráciailag, mint jogilag, mint mindenhol, különféle precedensek fognak képződni erre a dologra. Kicsit én egyébként azt látom, hogy vagy afelé tart majd az egész, lehet, hogy mókásan fog kijönni, de hogyha Magyarország ugye nem is fogja ezt az ajánlást megfogadni, viszont a szomszédainkban lévő országok, esetlegesen Szlovákia, Románia, Szerbia vagy Ausztria, itt ugye a nagy részük uniós ország, tehát hogy itt a magok, hogy CBD-s, nem CBD-s, elvileg az ültethető, közé fog rakni másfélét, vagy Szlovákiába átmegy magát gyógyítani, mert ott lesz orvosi patika, Ausztriából leküldik neki mondjuk a cseppjeit, tegyük fel, tehát hogy ez szerintem egy idő után követhetetlen lesz itt az EU-n belül, és úgymond a magyar bürokráciát meg fogja akkor ez keményen dolgoztatni, hogyha úgymond elszabadul ez a kenderláz így Európában. Hát szerintem már ez fennáll, mert nekünk vannak már most olyan tapasztalataink, hogy igazából, tehát most te egy EU-ban bejegyzett, meg engedéllyel rendelkező terméket létrehozol, és azt én behozom az EU-n belül Magyarországra, és azt én elkezdem árulni, és ezt beviszem a vámosokhoz, és ezt én bevizsgáltattatom akár, még pénzért is, vagy de elvileg nem kell, mert ugye azt valahol máshol már az EU-n belül bevizsgálták. És elvileg ugyanaz a jogvonat. Igen, és akkor most az van, hogy a vámos azt így félrelöki, hogy ő ezzel nem tud mit csinálni. De azáltal, hogy te ezt bemutatod neki, meg jelzed neki, hogy te ezt komolyan most nem akarsz bujkálni, hanem most ő neki kell ezzel valamit kezdeni, és nem tud mit kezdeni, és ez halmozódik, egyre több ilyen halmozódik a bürokráciában, akkor az kipukkan, mint egy lufi. Tehát, hogy így abba belerogyhat az egész közirányítás, vagy én nem tudom. Tehát, hogy így konkrétan a rendőrség is kaphat egy olyan többlet munkát tök feleslegesen, aminek a végén nem lesz semmi, csak kár, mert lényegében az államnak lesz költsége, de elítélni nem fog tudni senkit, semmiért, ami ezzel kapcsolatos. Így ebből fakadóan igazából csak többlet munka képződik, meg felesleges dolgokat fognak csinálni a hatóságok, és nem lesz előrébb senki. És ez valószínűleg azt fog eredményezni, hogy még az is lehet, hogy tömeges kivándorlást lesz környező országokba, most mondok egy példát, de ugye ebbe beletartozik Horvátország is, meg az ugye hát azért Németország is, meg Anglia is, meg Franciaország, meg Svájc, meg Spanyolország, ezek azért amúgy is eleve már
olyan helyek voltak, ahol az emberek meg a magyarok szerettek kivándorolni, mert most ezután meg lehet, hogy ez még inkább meg fog lendülni, már csak abból kifolyólag is, hogy ugye eleve az otthoni, a belgazdaság az össze van omolva, az egészségügy össze van omolva. Most, hogyha megnyitják a kapukat, én nem vagyok benne biztos, hogy ahány ember hazamenekült, annak nem lehet, hogy a kétszer se fog kimenekülni utána, mert egyszerűen megszűnt a munkahelye, még ami volt is, meg amit akart, vagy amit tervezett otthon, már az, annak sincs értelme. És vállalkozás bedőlt. És inkább elmegy egy külföldi országba még robotolni, vagy valamit csinálni, ahol még ráadásul az élet körülménye is jobb lehet ezáltal, mert engedve van neki ez. Hát most akit valamilyen szinten ez valamilyen módon ehhez hozzá köt, ilyen módon, meg lát maga előtt lehetőséget, meg mondjuk el tud viselni egy szarabb körülményt is, mint ami otthon megszokott, az nem fog gondolkozni szerintem rajta, hogy elmenjen egy külföldi országba megélni, vagy valamit kezdjen magával, érted? Tehát így is a magyar az, a magyaroknak a... Tehát, hogyha él Magyarországon 10 millió magyar, amit kétlek, akkor is legalább 10 vagy 20 millió magyar él külföldön, én ebben biztos vagyok. Hát több leszármazottak szempontjából, vagy hasonló. Viszont közben én itt ugye ezt nézegettem az ehhez hasonló cikkekben, amik voltak infók, ugye, mert itt úgy indult ez az EU-s bírósági eset, hogy a Cannavape francia cég, CBD-s cégnek a tulajdonosai ellen indult eljárás, mert Franciaországban ugye szigorú törvények vannak a kender származékokra, és akkor itt ugye, amikor az ENSZ egyezmény alapján nem tekinthető kábítószernek a CBD, és így tovább az uniós tagállamok sem tilthatják egymásnak a legálisan előállított CBD forgalmazását. Tehát, hogy itt még azt írja, hogy amennyiben Franciaország ezt továbbra is tiltani akarja, akkor tudományos bizonyítékokkal kell alátámasztani azt, hogy a CBD ártalmas. Tehát, hogy innentől kezdve támadhatatlan tulajdonképpen az EU-n belüli országoknak, hogyha bárki ilyet vesz, forgalmaz, hogy ezzel kapcsolatos úgymond magot vesz, tehát, hogy nem tudom, hogy ez mennyire lesz a magyar bürokráciának megterhelő, ha itt elindul a hóbort, hogy mondjuk minden ötödik fiatal poénból el akar haingálni a kertbe mondjuk valamilyen citrusos sztréneket, ami CBD-s csak, és akkor lépten nyomon majd hívogatják ki a rendőröket. Hát én ugyan erre gondoltam, ugye, hogy igazából innentől fogva ez a dolog, ez adott lesz, mert ugye azt tudjuk, hogy fajok már vannak olyanok, amik kender genetikából vannak lebrídelve, és ugyanolyanok, mint az igazik, de azt CBD-sre lebutították, alacsony THC, és viszont látszólag ízre, még akár illatra is ugyanolyan lehet. És hát, hogyha arról van ugye legalább egy számla, akár az lehet EU-s számla is, mert most nem vagy te feltétlenül köteles magyar cégtől venni akármilyen CBD-s magot, ami be van vizsgálva, hogy még pedig értéke alatti, ugye, és hogyha arról számla van, és arról papír van, aztán, hogyha elütted a kertbe, és utána jön a rendőr, akkor az minden szempontból azzal te igazolni tudod azt, hogy az nem kábítószer, hanem akár most te dísznek tartod, vagy akár elfogyasztod, mert ételek, bármit, tök mindegy, mert az nem, az innentől fogva nem cannabis, meg drog, hanem az egy növény, ami genetikailag úgy lett módosítva, hogy ne legyen problémás, és nem tartozik abba a kategóriába, ami problémásnak számít, viszont látszólag meg ránézésre ugyanaz. Úgyhogy igen, hogyha minden második kertben innentől fogva el van dobálva két-három ilyen növény, akkor, és hogyha ott fel van jelentetve akár mindenki is, akkor nem tudom, hogy utána a rendőrség el fog-e indítani mondjuk 100 000 eljárást úgy, hogy tudja azt, hogy a végén potenciálisan nem ő fog nyerni, sőt nincs jogalapja azt véghez vinni, tehát így azért az eléggé nagy adminisztrációs problémákkal tud szerintem járni, meg úgy eleve úgy társadalmilag is szerintem el tud indítani egyfajta káoszt, amiből aztán lehet jó, meg lehet rossz. Hát most ez ugye felfogás kérdése, mert erre még lehet még mindig ugye azt is mondani, amit Viktorék mostanában elkezdtek csinálni, hogy hát még a végén kiléptettek minket az EU-ból, vagy még erre külön jogokat, meg törvényeket alkotnak, amit szeretnek csinálni. Úgyhogy igazából nem tudom, hogy mi lesz minden esetre, az biztos, hogy
Európa közepén, ha Viktor akarja, ha nem, ez neki fájni fog, hogyha így állnak hozzá ez a dologhoz, mert ha más nem azért, mert így módon meg fogja terhelni a bürokráciát, és nagyon sok gondja, baja lesz vele feleslegesen ezáltal, mert ugye egységesen egy világ döntött ellene, mondhatni, vagy a félvilág, vagy hogyha nem szabályozza ezt így most már kényszerszerűen valahogy jobban, mint akár mondjuk Spanyolország vagy Hollandia, akkor biztos, hogy ebből nagyon nagy problémák lesznek itt a magyarok számára, meg úgy eleve mindenki számára, már oly módon, hogy biztos, hogy nagyon nagy keveredések, kavarodások lesznek. Hát meg abból a szempontból is, hogy magával baszik ki tulajdonképpen, mert most ha megnézed, hogy elindul ez a potenciál, úgymond a kender iparban itt európai szinten is, hogyha mondjuk magyar vállalkozások X portfóliójukat kihelyezik Szlovákiába vagy Ausztriába, és akkor magyar nyelvi weboldalakkal értékesítik ugyanúgy, amit mondjuk otthon nem tudnának. Tehát, hogy, és így meg az adóbevételük se marad meg, mert akkor azt meg Ausztriába fogják adni. Hát, vagy akárhol máshol, hát most ez tök mindegy. Igazából, hogyha igen, hogyha te most magyarként is külföldön csinálsz egy céget, és azt ott te EU-ban bejegyzett termékeket árosítasz az EU-n belül, azzal te nem sértesz törvény, most, hogy utána lefoglalják azt a terméket is akár, hogy valamit csinálnak is vele a vámhivatal vagy az állam, és utána neked menni kell bíróságra, hát fogadok egy ügyvédet, elmegyek, ezt megnyerem. Hát most utána az államnak engem kárpótolnia kell. Érted, mire gondolok? Tehát most az lehet, hogy Viktorék úgy vannak vele, hogy hát az, van azt a bizéből a közösből fizetik, úgyis le van szarva, az repi, de azt az állampolgárok fogják megszenvedni, meg ugye a gazdaság fogja megszenvedni oly módon, hogy hát akkor azt mondja a magyar, hogy hát szarok rá, akkor még nem is árulok oda se, hanem akkor árulok mindenhova máshova, és akkor még abszolút még nulla, még a kimenő, meg a bevenő gazdaságból se lát semmit. Érted, mire gondolok? Mert hogyha nem engedi át úgy a bürokrácián, mondjuk a vámhivatalon, hogy hát nem lehet hivatalosan, de amúgy meg átmegy, de nem kezdünk vele semmit, mert ez van a CBD olajjal körülbelül. Ha ugyanígy nem enged át minden terméket innentől fogva, ami CBD-s, és nem úgy kezeli, akkor igazából azt fogja eredményezni, hogy lényegében azt a kevés embert is, aki még otthon ebbe akár belefektetne, vagy otthon ezzel adót generálna, vagy bevételt, vagy bármit, azt elküldi, meg el... hogy mondjam, hát így elúszítja az országból, vagy én nem tudom, arra kényszeríti, hogy azt mindenhova fizesse az adót abból, meg termelje a bevételt, csak Magyarországra ne. De egy idő után szerintem úgy is nyilvánvaló lesz ez az egész, kormányzati szinten is fog látszódni, hogy szomszédos országokban is, hogy ez hogy működik, de nem gondolnám, hogy itt nagy hirtelen majd a legalizáció felé mozdulnának majd. Csak én most azt nem értem, hogy ugye itt ez a vizet prédikálok, de bort iszok szindróma, ez most már egyre többször és egyre gyakrabban merül fel a magyar közéletben, meg így a politikában, hogy most itt végül is valahogy arról van szó, hogy keresztény emberek mondják azt a népnek, hogy a drogok rosszak, ugye? Meg hogy az tiltva van, meg nem szabad, meg üldözni kell, meg minden. És akkor közben meg az derül ki, hogy akik ezt mondják, meg valójában aki ezt az egész alaptörvényt, meg az alkotmányba beleírkált, az az ember, konkrétan az az ember, kiderül, hogy még nem is füvezik, vagy kokózik, vagy valami, hanem még ráadásul parti drogot fogyaszt, de nem jakton, vagy hotelszobába, vagy mit tudom én, hanem még az se, hogy most egy hotelszobába egy palival, mert még olyan filmet láttunk is már, hogy vannak ilyen politikusok, akik szeretik, hogyha ütik, verik őket, vagy mit tudom én, de hogy most bazd meg, hogy konkrétan gruppenbe, buzikkal, szétnarkózva lóg Brüsszelbe az ERSZ-ről, hogy akkor most, és ezt megelőzően meg ugye sorba buknak le, meg ki tudja még hány ember fog lebukni,
Most arról, hogy buzi, vagy a gyerekeket szereti, vagy hogy most kurvákat bérel és kokainozik, az már, itt már szerintem ez már tök mindegy. Csak hogy eleve ez az erkölcsösségnek egyfajta balansza, hogy most ez hogy a kurva anyámban van, hogy nekünk átlag büdös paraszt nyomorultnak semmihez nincs jogunk. Már ahhoz sincs jogunk, az alapvető jogainkhoz sincs otthon jogunk, hogy érvényre jutassuk az igazunkat akár az állammal szemben, vagy bármi bürokráciával szemben, vagy megkapjuk az alapvető ellátásainkat, vagy alapvető dolgainkat. Tehát, hogy így konkrétan mi itt tartunk nép? És akkor vannak ők, akik a népet irányítják, akit elvileg mi választunk meg, és minket elvileg képviselnek, és ők úgy mutatnak példát, hogy mindent, amit ők törvénybe iktatnak, hogy ezt nekünk nem szabad, azt ők akár nyilvánosság előtt is elkövetik. És ezek szerint rendszeresen, mert hogyha nem rendszeresen történne ez, vagy nem rendszerszerűen történne ez, akkor nem keletkezne ennyi anyag. Tehát, hogy így nem értem, hogy mi a geci van a magyar társadalomban. Képmutatás tulajdonképpen az. Ez elég lelombozó, vagy én nem tudom, hogy mi van, de hogy így ebből következtetve, hogy hát mi lehet Magyarországon, hát káosz. De hát most ennél nagyobb káosz már nem is tudom, hogy hogy lehet. Most egy olyan országnak visszaállítani a turizmusát, meg a vendéglátását, ami már eleve egy vonzó adottságokkal rendelkező ország, sok mindenből fakadóan, annak sokkal könnyebb, mint egy olyan országnak, aminek eddig se volt jó képe, vagy jó vonzása ilyen szempontból. Magyarországnak milyen faszon vonzása van turizmus szempontjából, azon kívül, hogy 30-40-50 évvel ezelőtt sok sváb, meg német ember ide járt baszni a kurvákat a Balatonra. Mert olcsó volt. Mi? Tehát, hogy most is ugye a parti negyedek éltették. Hát igen, de most, mert nem azt mondom, hogy nem egy szép ország vagyunk, vagy nem egy értékes ország vagyunk, mert gyönyörű, meg minden, meg izé érték, meg fasza, meg a legjobb nőink, meg finom kaják. Ez oké, de azért valljuk már be, hogy azért még egy olyan turisztikai szinten se vagyunk, mint Románia az elmúlt 30 évben, mert Romániának is sokkal jobb imidzse van külföldön, minden szempontból, mint Magyarországnak, és ez valljuk be, hogy első körben egyrészt a politikának köszönhető, másrészt meg a mentalitásunknak. Mert mennyivel jobb egy halszagú, büdös Dánia, vagy egy Svédország, vagy egy Hollandia is akár Magyarországnál? Mennyivel jobb? Semmivel nem jobb. Nem is értem ezt az egészet. Viszont, hogyha nem keveredik ezzel egy olyan fajta mentalitás, ami legalább nyitott a más társadalmakra, meg nyitott az új dolgokra, meg a külvilágra, amilyen volt mindig is a magyar társadalom, meg a nemzet, hogy irányított sokfajta nemzetet, összefogott sokfajta nemzetet, így azonosult sokfajta nemzettel, meg sokfajta nemzet járt is itt már rajtunk, és uralkodott fölöttünk, és ezzel tudtunk azonosulni, és most meg valahogy nem tudunk. Most valahogy történnek az elmúlt 30 évben, történnek így a világban a változások, és most nem tudunk abszolút ezekkel nemhogy versenyt tartani, hanem abszolút nem tudunk velük azonosulni se, miközben a társadalom meg amúgy igény lenne rá a társadalomban, meg hajlandóság is lenne rá, csak egész egyszerűen a bürokrácia, meg a politika, meg az érdekek ezt valamilyen nem hagyják. De ez eddig is így volt, itt a 20. században itt folyamatosan ez játszódott le, ugye nem egy Nobel-díjas lett kint, ugye ott szerezte kint, mert itthon mondjuk csöves pénzért kellett mondjuk asszisztensi munkát csinálni, mert mondjuk komcsi rendszer volt, vagy több találmány szempontjából is itthon nem nézték szarba se, aztán kint meg megvették milliókért neki. Hát minden esetre a múltból érdemes ebből a szempontból tanulni. Viktorékat szerintem szerintem már nem érdekli őket, tehát ők a pénzre mentek. Én nekem van egy olyan elméletem, hogy én látom, vagy hallom a fejembe a hangokat,
ahogy Viktor azt mondja magának, ugye mikor volt ez, amikor újra választották őket? 2006-ban? 2010. 2010. Mert kétszer kikaptak, 2002-2006-ban két vereség. Na, és az első vereség után, azelőtt ugye ők rendszeren voltak egyszer. Így van, 98-tól 2002-től. Na, akkor én azt mondom, hogy ő 2003-ban szerintem, amikor kikapott, vagy 2004-ben, vagy 2002-ben, ő megfogadta magának azt, hogyha még egyszer oda kerül, akkor ő mindent is el fog lopni. Érted? Mert ő megtapasztalta egyszer azt, hogy mit lehet ott csinálni, utána látta azt, hogy mit csináltak meg a zsidók, és utána ő azt mondta, hogy ő mindent megcsinál. És utána ő lesz az egyen uralom. Mert lényegében én azt gondolom, hogy a legutóbbi 10 év alatt ők azt az EU-s tőkét, amit az EU Magyarországnak kiosztott, bármilyen címen, tehát ezt így számilag, azt a tőkét, azt nettó ellopták, úgy, hogy azt nem direkte abból lopták el, hanem a mindenből is, de hogy körülbelül akkora tételről beszélünk. És ezért ennek tudatában őket nem érdekli az, nem áll érdekükben az, hogy ezzel a dologgal bármilyen úton, módon, még hogyha potenciális van benne, foglalkozzanak. Az meg legkevésbé sem érdekli őket, hogy most a nép erről mit gondol, vagy nem, mert van nekik elég bajuk azon kívül is, márnél sokkal nagyobbak, sokkal nagyobb volumenű problémák, amiket már kigeneráltak nekik. Most gondolj bele, hány olyan magyar ember van, aki kérdőjellel gondol a nyugdíjára? Csak egy példa. Hogy lesz-e nyugdíja, vagy nem lesz nyugdíja? Egy. Hány olyan... Számítások szerint ugye az a nyugdíjbomba hány, 30 környéke. Hány olyan ember van, aki nem tudja azt, hogyha valami tényleg történik vele, és elviszi a mentő, életbe marad-e, van-e elég orvos, vagy hasonlók? Hány olyan ember van, aki már elment külföldre, mert úgy alakult az élete, visszajött, és azt tapasztalta, hogy sokkal rosszabb lett a helyzet, mint volt? Kár megint visszamegy. Tehát, hogy így ezeket így összevetve, lényegében szerintem a legnagyobb hazaárulás az ez. Hogy konkrétan az, hogy lerombolja az egész rendszert, és szalik bele mindenbe, és fussa pénzzel, szaladj, meg mit tudom én, ez a fajta mentalitás, ez nekem undorító. Tehát körülbelül több évtizedes károk. Hát ez felfoghatatlan. Már azért is, mert a kínaiaknak is eladósított minket 15-30 évre, meg az oroszoknak is el, és most még ki tudja, hogy még kinek. Tehát azt nem verik nagy dobra, hogy most kitől vagy kiktől kaptunk, mindegy, hogy milyen alapú, de hitelt. Csak azért, hogy Viktor belökhesse a blöffkártyát az EU-nak, hogy nekünk mégse kell a pénz, amit majd ugyanúgy felvesznek, de legyen még mit ellopni. Vagy legyen miből kitömni azokat a lyukakat, amiket úgy kiszedtek, meg kifosztottak, annak érdekében, hogy nekik biztosan garantált legyen a következő 10-15 évük gazdaságilag, érted? Uh-huh. Hogy egyszerűen azokat a lyukakat most kitömölgetik azzal a hitelekkel, amiket felvesznek, amit majd utána ráhárítanak egy akármilyen következő rendszerre is. Az már utána tök mindegy, hogy kire hárítják rá, mert azzal már kezdjél, amit tudsz. Tehát ők belógatták, hogy a 2030-ba buknak, akkor, és a 2030-ba dől be a nyugdíjrendszer, akkor ők már nem ők lesznek kormányon, nyilván azokon fog csattanni, vagy azoknak kell megoldani, akik akkor lesznek hatalmas. Hát ez az egyik, meg a másik az, hogy igazából mit akartam mondani, bassza meg? Elfejtettem. Most még majd én vágom ki. Mit akartam mondani, bassza meg? Nyugdíj. Nem a nyugdíj. Na, elfelejtettem? Hát elfejtettem egy kicsit, várjál. Bazd meg.
Kiégek, geci. Most tartunk 40 percnél, még 20 percet kell beszélni. Na, tehát ott tartottam, hogy körülbelül ezek akkora tőkét lophattak el, és most azt, ami esetleg hiányként felmerül, vagy ami ebből keletkezett kár, azt ők újra hitelezéssel próbálják ugye kitömködni, és ugye ők arra hivatkoztak, hogy ők az első kormány, akik az IMF hitelt, azt csökkentették, nem növesztették. Azt nem mondják meg, hogy mennyivel csökkentették, ez az egyik, de hogyha csökkentették is a felére, abban biztos vagyok, hogy ugyanazt az összeget, amivel csökkentették, annak az ötszörösét lopták el, és ugyanannyira most adósították el vissza az országot, tehát nettó nulla. Vagy még többre. Vagy még többre, igen, potenciálisan. És lehet, hogy most nem csak az IMF-nek, hanem össze-vissza mindenkinek is. A kínainak is, az orosznak is, tehát mindenkinek eladták darabokba az országot, csúnyán mondva. Na most... Ki árosították? Hát ki? Ki? Ezt látták a szüleiktől, meg a nagyszüleiktől, a privatizáció idején, meg ott voltak ezek gyerekként, és látták, hogy lehet nagyot lopni. Most így ezt egy modern időben ezt máshogy lehetett kivitelezni, és így kivitelezték. Tehát most én nem azért mondom, de hogyha a Polt Pétert nem váltják le a következő 5 évben, és Mészáros Lőrincet nem tartóztatják le, akkor a magyarok azok az egész EU-s pénzt, amit kaptak az elmúlt 10 év alatt, az elment. Az elment, az nem játszótérre lett költve, meg buszmegállóra, meg kórházra, mint itt Spanyolországban, meg infrastruktúrára, hanem az eltűnt, gyerekek, azt be kell nyelni. És akkor még nem voltam nyers. Hogy itt azt várni, ugye, hogy érjük utol ugye itt az európai színvonalat, tehát úgy elég nehéz lesz, ugye, hogyha az erre adott pénzek, azok nem ott vannak, ahol kell. Hát meg nem, eleve, tehát most Viktorék mindent elkövetnek annak érdekében, hogy valamilyen úton, módon fenntartsák a figyelmüket egyrészt, akár negatív vonalon is, akkor is fenn kell tartani, tehát lehet, hogy még szándékosan egyre nagyobb hülyeségeket követnek el. Csak az a baj, hogy ez hosszú távon ez a mi hitelünket bassza tönkre, az egész nemzetnek a hitelét bassza tönkre, tehát konkrétan most a magyar nép azt hagyja, meg nézi végig, ahogy már végletekig, meg a végső soron, le van szopatva, meg le van járatva, úgy, hogy beleszórása nincs. Tehát most így olyan dolgokat csinálnak, meg olyan dolgokban hoznak olyan döntéseket, amiben én azt gondolom, hogy a társadalomnak totális ellentéte a vélekedése, oly módon, hogy azt játsszák el ezekkel a konzultációkkal, hogy közben meg pont az ellentéte van, hogy ők ezekkel támasszák alá az ő döntéseiket, hogy már pedig ők megkérdezik az államot is, hogy 1.800.000 ember az visszaküldi a droid az akármit, amiből lehet, hogy a fele be van hamisítva, az csak hozzá van csapva, és akkor kijön egy szám, és akkor az hivatott képviselni az egész magyar nemzetet? Vagy most mi a fasz van? Tehát, hogy most hogy hol van a maradék 7 millió kapásból az országban? Kíváncsi leszek itt a következő 10 évben, ugye ez mit fog hozni. Viszont visszakanyarodva van még egy cikk, ez tegnap jelent meg, de ugye itt aki követi a nemzetközi híreket, az ilyen 2-3 nappal ezelőtt már így értesült róla, hogy a demokrata többségű képviselőház megszavazta a marihuána szövetségi szintű legalizálását, és szövetségi jövedéki adót vetett ki a kereskedelemre. Viszont itt még ugye van egy olyan része, hogy itt a szenátuson is át kell mennie, hogy itt teljes mértékben itt az államokra ez úgymond javaslatként vagy törvényhozásból ott megjelenjen. Ez az Egyesült Államokban. Így van. Hát ez meg azt fog eredményezni, kérlek szépen, hogy nagyon sok európai cég fog létrejönni, aki már eleve exportőrként fog gyártani Amerikába, meg akár Kanadába is valószínűleg ezek után nagyon sok terméket, mert az amerikaiaknak nagyon nagy igényük van az európai dolgokra, eleve, meg ez oda-vissza ez így működik, úgyhogy ez így oda-vissza is valószínűleg el fog indulni nagy valószínűséggel, illetve Európa is akkor valószínűleg ebbe az irányba fog menni oly módon, hogy lehet, hogy az EU-n belül, mondjuk egy 5 éven belül ez ugyanúgy létre fog jönni, hogy magára a marihuánára kivetnek egy egységes adót, mint hogy az alkoholra is ugye ki van vetve, meg a dohányra is. Na most
az van, amit mondtam korábban, hogy úgy lesz kezelve körülbelül a fű következő 5-10 évben, úgy egységesen globálisan, mint most a dohány vagy az alkohol. E felé mutat tulajdonképpen ott a tendencia, meg úgy nemzetközi szinten is, hogy kezd az őt úgymond megillető helyre kerülni, ártalom szempontjából, hogy függőséget is ugyanúgy okozhat, mint bármi más kávé, dohány, alkohol. Tehát, hogy ezekkel kell egy lapon említeni, nem a heroinnal, meg az ópiummal. Hát semmiképpen, bár mondjuk, hogyha nekem az ópiummal, meg a heroinnal amúgy is egy ilyen problémám van abban a kapcsolatban, hogy ugye a legtöbb erős fájdalomcsillapító az ópiát származik. Tehát a gyógyszerekben is megtalálható. Igazából most nem sok különbséget tartok a között, hogy mikrodózisolt ópiát származékot szed valaki, vagy hogyha ópiumot szív. Ugyanaz a veszélyességi faktor szerintem mind a kettő szempontjából, úgyhogy ebben megint egy ilyen érdekes avar van. Hát nem tudom, hogy most ez a hagyományos gyógyszerésziparnak, meg gyógyszeriparnak talán a vesztét jelenti-e, nem gondolnám. Valami... Kicsit attól félek, hogy tudod, az lesz, mint ugyanígy ebbe az esetben, hogy meg lesz a szemes gyógyszer, 40% THC, egyéb ilyen ibuprofén, meg hasonlók, viszont ha megszívod, akkor az meg problémás. Mondjuk azokban az országokban, ahol nem sikerült legalizálni, vagy deklarálni. Hát meg vagy horror drága lesz, vagy irreálisan drága lesz, meg mit tudom én. Én mindenképpen abban látom a rációt, hogy ugye ahogy a jogok így lazulnak, így az emberi jogoknak a gyakorlásának a lehetősége is tágul, úgyhogy igazából én arra ösztönöznék mindenkit, hogy ahogy a jogok változnak, meg ahogy a környezetünk változik, ahhoz igazodva erőltessük mi is annak inkább, meg annak arányában ezt az egész tempót, oly módon, hogyha valahol tudatunkban van az, hogy valamit most már megtehetünk így, meg úgy, meg amúgy, akkor kényszerítsük rá a bürokráciát arra, hogy erre figyeljen fel, és ezzel kezdjen valamit, mert csak akkor lesz belőle változás, én azt gondolom. Levest is meg kell főzni, és az időbe kerül, meg hőbe, meg sok mindenbe, érted, mire gondolok. Tehát én azt gondolom, hogyha így a világ így módon, legalábbis az a része, amelyik irányítja a világot, így módon változik, és az a mi szempontunkból jó, akkor mindenképpen nekünk is hozzá kell járulni legalább azzal, hogy nem csak beszélünk róla, hanem hát akkor nekiállunk cselekedni is mi is. Tehát én azt arra tudok mindenkit ösztönözni, így most már jogosan, meg úgy, hogy nem követek el bűncselekményt, hogy ha más nem gyógyászati, vagy kertészeti, vagy kultivációs szempontból is ültessen kendert, nyugodtan, akár CBD-set, vagy mezőgazdaságit, iparit, mert egyrészt jól is néz ki a kert, de másrészt meg 100%-ig használható, és legális, nemzetközi szinten legális, úgyhogy... A másik dolog meg, hogy itt a tapasztalat, amit tud szerezni az ember itt úgymond, mint a kertészkedésbe, hogy 5 évi paradicsomültetés után lehet, hogy a 6. évben már sokkal minőségibbeket tud majd leszedni. Itt ebben az esetben meg azt mondom, hogyha most jelenleg még csak ez a verzió, viszont 10 év múlva meg már lesznek úgymond official THC-s növények is Magyarországon hivatalosan, akkor addigra úgymond a szakmai tapasztalat, a kultúrája, termelői körre, meg a ehhez hasonló egyesületek, baráti körök megalakulnak, így szerintem meg lesz így addigra úgymond a kultúrája az egésznek. Ja, hát mindenképpen ez már abban a szempontból Magyarországon annyi érvényre, hogy annyit biztos így lehet kezdeni magával az embernek, hogy legalábbis ilyen szinteken, de el tud vele kezdeni foglalkozni. Úgyhogy... Van is egy Facebook csoport, mi is tagja vagyunk, ez a Kender termékek, ahol, és a Kender gazdák, bocsánat, ahol is a gazdák osztják meg a véleményüket, akik nulla THC-s Kendert termesztenek, vagy termesztettek, és mondjuk ebből próbálnak úgymond maghozamot, vagy esetleg a növényi részeket. Na én mondjuk ezt nem javasolnám őszintén szólva, mert van olyan közvetlen ismerősünk, aki 15 hektáron ültetett CBD-t, és nem feltétlenül jött ki belőle jól, mert pont ez a probléma, hogy Magyarországon nem lehet hivatalosan ezt feldolgozni, még mindig, és ezért kell vinni és hazahozni újra.
Hát meg eléggé rögös ez az út, meg eléggé költséges, és nem marad annyi, amennyit az ember gondol belőle, tehát én nem buzdítanék senkit arra, hogyha nincs elég földje, mondjuk esetleg, hogy ilyen gazdászatba belekezdjen. Nem azért, mert nem képez értéket, vagy nem érné meg esetlegesen is, de azért akkora nagyon nagy potenciált ne lásson benne, mert Magyarországon sajnos mint terület már nem nagyon van. Eladták azt is Viktorék a külföldieknek, meg a haveroknak, na mindegy, lényeg, hogy nem tudunk olyan területpotenciált felmutatni, és olyan piacot képezni bármilyen termékből Magyarországon már sajnos ebből a dologba, ami fel tudná versenyvenni akár csak az USA-val, vagy Kínával. Tehát nem javaslom senkinek azt, hogy túl nagyokat álmodjon Kenderrel kapcsolatosan Magyarországon, mert az a hajó Trianonban elment. És azóta el is megy folyamatosan, mert tesznek érte, úgyhogy én ezt hobbi kultivációs és kulturális szinten, minden szinten tudom javasolni, fogyasztási szinten is, tehát mint otthon, ahogy megtermeljük magunknak a répát, meg a hagymát, és nem a boltba akarjuk megvenni, hanem igazit akarunk enni úgy, hogy azt tudjuk, hogy honnan is van. Ugyanígy, így módon, hogyha valaki megtermeli magának akár a szivandó dohányhelyettesítő CBD virágát, vagy krémet készít belőle, vagy olajat készít belőle, vagy valami, arra teljes mértékben tökéletes, vagy arra, hogy megismerje tényleg a növénynek az alapvető biológiáját, vagy az alapvető dolgokat. És azzal legalább akkor hasznosan telik az idő. De én a gazdáknál én azt érzékelem, meg én azt tapasztalom, hogy ebből Magyarországon a magyar gazdáknak nem lesz nagyon nagy piaci szerepük, már azért sem, mert ugye az állam eddig így állt hozzá, és azért sem, amilyen helyzetbe került a magyar mezőgazdaság. Hát maximum így a szárból kenderbeton, meg kendermag, meg az abból sajtó. Jó, de most mondok valamit, most mondok neked valamit. Most lehet 100 hektáron letermelni kenderbeton alapanyagot, abból készül x darab tégla. Az hány házra elég? Elég 10 házra? Oké. Okay. Hogy tudsz te egy olyan céget megcsinálni, ahol te azt tudod mondani, hogy itt van kender beton, vagy itt van kender tégla, lehet tőlünk venni, szállítunk Európába mindenhova úgy, hogy van 10 háznyi téglát. És utána te nem tudsz oda menni Józsihoz, hogy adjál már még 10.000 hektárt, mert nincs. Limitáltak a lehetőség. Tehát igen, és hogyha limitáltak a lehetőség, akkor lehet nagyot álmodni, meg lehet nagy dolgokba gondolkozni, a technológia az jó, de most akinek esze van, meg utána tőkéje is van rá, vagy kereseti piacra, az utána nem Magyarországon fogja megtermelni, mert nem tudja, hanem akár megveszi majd külföldi piacról a nyersanyagot, és akkor feldolgozza, most is ez van. Most is, hogyha valaki valamit gyárt Magyarországon, akkor potenciálisan a nyersanyagot vagy Törökországból, vagy Kínából, vagy valahonnan beszerzi. És kész. Vagy legyártatja már eleve. Az a legcikibb, hogy ugye Kína tartozik a legnagyobb tiltók közé, viszont CBD olaj előállításban, meg kenderbe. Meg kenderbe. Igen, és az elmúlt... Be van több millió hektár számtalan. Hát mert az állam irányítja az egészet, és de ott az... ő nekik ez a dolog, meg nem csak ő nekik, Észak-Koreának is, ez akkora mezőgazdasági lóvé, érted? Tehát ez akkora mezőgazdasági potenciál, hogy az önmagában ez a szelete a kínai gazdaságnak több, mint az egész magyar gazdaság együttvéve. Tehát, hogy versenyez Magyarország egy akármilyen kender termékkel úgy, hogy nála csak a szomszédos országok is sokkal nagyobb előnyben vannak. Érted, mire gondolok? Hiába jó a föld, ha már nincs, hiába van még föld, hogyha nem műveli senki, vagy nem akarja azzal művelni senki, mert egyszerűen se támogatva, se izéve nincs, érted? Tehát, hogy így, meg amire ki is fejlődne valamilyen fajta gazdaság, erre vonatkozóan addigra már minden más környező országban már régóta már csak sokkal magasabb szinteken, meg jobb minőségen, vagy olcsóbban, vagy most akár már most ebben a pillanatban kender élelmiszer ipari felhasználás szempontjából mi, meg Csehország, nem tudom, hogy vagyunk összehasonlítható.
Érted? Tehát, hogy így Csehországban 10 éve folyamatosan már szerintem lett vagy 100 fajta produktum, ami ilyen CBD-s vagy kenderes termék, gyártják egész Európába, minden egyes normálisabb, fejlettebb nyugati országba, bemész a boltba, és mindenhol vannak ilyen kamu füves muffinok, meg chips, meg a faszon tudja minden, és ezt mind ezek gyártják, mind a csehek gyártják. Most egy magyarul ez 10 év rutin. Már ebben. Meg eleve egy kiépített piac, meg egy folyamat, hogy? Nem lehet. Majd lesz egy-két magyar pálinka, ami be van ágyazva, és akkor majd ugyanannyira nagy piacot fogunk képezni belőle világ szinten, mint a tokaiból talán, meg ilyen dolgaink lesznek, meg pixalámi, kenderes, az hello, tehát most ez ennyi. Lefőtt a kávé, mert sajnos az elmúlt 30 évben Magyarország nem tudta felvenni azt a fajta mentalitást, amit előtte képviselt, hogy másoktól átvenni azt, ami jó, és azt se egyedivé tenni, vagy én nem tudom, tehát így az a baj, hogy kihalt a magyarból az alkalmazkodás képessége, vagy elmenekültek a magyarok. Vagy az újdonságra való nyitás, én inkább azt mondom. Hát az is. De hát szerintem ne zárjuk ennyire negatívan ezt az egész dolgot. Reménykedjünk abba, hogy ha más nem, így generációs szinten ez a dolog kipörög, ha sok időbe telik, ha nem. De az biztos, hogy gazdasági szinten biztos, hogy azok, akik otthon gondolkoznak ebbe a dologba, azok nagyon-nagyon buktak már most. Meg le vannak maradva szerintem. Úgyhogy remélhetőleg itt a európai szintű törvényhozásban, meg úgy az ENSZ szintjén és meg Amerikában is, hogyha megindulnak a dolgok, akkor reméljük itt a világban, itt a dominók elérik Magyarországot is. Hát ha akarja, ha nem, szerintem valamilyen szinten biztos elfogja, úgyhogy reménykedjük a legjobbakba. Meg abban, hogy addigra már nem ezek a köcsögök lesznek itt, aztán kész. Rendben. Akkor így ennyi volt most akkor így a beszélgetésünk, és legközelebb szerintem januárban fogunk jelentkezni, úgyhogy boldog karácsony mindenkinek, meg kellemes ünnepeket, meg boldog új évet. Hát meg jó sok cigit, meg füstöt, meg hasonlókat. Úgyhogy akkor boldog karácsony új évet neked is, meg mindenkinek. A műsor támogatja a www.420.hu Magyarország Stoner magazinja és webshopja. További partnereink: Magyar Cannabis Szövetség, Nemzeti Kenverbolt, Magyar Cannabis Egyház, a Cannabis Social Club Hungary, a Magyar Cannabis Podcast. Tudom, nem áll, tudom, hogy jó, tudom, miért fogyasztják, de elegem van abból, hogy a fogyasztót szétszopatják. Elegem van abból, hogy a bűnözők ebből élnek, és elegem van abból, hogy megtévesztik a népet. Elegem van abból, hogy a THC az tabu, és hogy forgalomba lehet a sok herbát.